azért sajnálom az angolokat, mert szegény Arthur királyt annyit keresik, kutatják, az sem biztos, hogy volt. Ott valahol az első évezred derekán ott valaki volt, Arthur, de nem egészen biztos, lehet, hogy csak vezér volt, lehet, hogy király is volt, de lehet, hogy nem is volt egyáltalán. Lehet, hogy csak mitoszait köréje szőttek. Ehhez képest mi, magyarok, ennél sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk. Az angol történelem egyik legnagyobb alakja Arthur király, vagy élt, vagy nem. Viszont Szent László életéről, Erdély védőszentjéről nem csak legendák, hanem falfestmények és freskók is mesélnek. Fazakas Szabolcs rendező és Gyöngyösi János történeti grafikus a november 4-én este bemutatott Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon című ismeretterjesztő dokumentumfilmben azokat a helyszíneket kereste fel, ahol valamilyen formában fellelhető Szent László emléke és az alakja köré felépülő históriák. Így repítik el a nézőt többek között Nagyváradra, Bögözbe, Oroszhegyre, Gelencére, Sepsibesenyőre, Lisznyóra, Derzsbe, Csíkmenaságra, vagy épp a tordai hasadékhoz, mindezt Vasparipán rockzenei alappal fűszerezve. Gyöngyösi János vagyok, egy óriási kihívás előtt állok. Ki volt Szent László? Hogy él a tudatban? Hogy él a mostani emberek, az itteni embereknek a tudatában? Mi maradt meg belőle? Én régi nagymotoros vagyok, én ezen nőttem fel, és még most közel a 60-hoz sem tudok a motortól szabadulni. Persze én az a klasszikus motoros fajta, aki szereti szerelni, bütykölni, és attól élvezett az egész. Hát valahogy összefolyt az egész. Én nem látok benne semmilyen ellenmondást. Olyan nagyszerűen éreztem magam motorral, és egy 1000 évvel ezelőtti király után kutatok. Az alkotás rendezője Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdája elmondta, a film tovább segíti egy régi álma megvalósításához, így tervek szerint lesz folytatás. Annak idején, amikor az Atibeta televíziónál elkezdtem diákként próbálkozni, dolgozni, akkor már mondtam, hogy szerettem volna Székely váratról filmet készíteni, Gyepű, Budvár. Azóta se készült egyébként Székely Udvarhelyen a Budvárról egy igazi szép film. Úgyhogy most a kötelességünk ezt is elkészíteni, és János bátyámmal fogjuk ezeket körbejárni, 3D-be megrajzoljuk a várakat, fog sétálni a virtuális falak között, tehát jövőre vissza fogunk térni a képernyőkre, addig jól kitaláljuk, hogy ez hogy nézzen ki, és tényleg most van, azt mondja, 45 székelyföldi várat körbe fogunk járni, nyilván ez egy filmsorozat lesz. Az 50 perces dokumentumfilm zenei aláfestése, mely tökéletesen kiegészíti a képi világot, Orbán Ferencnek köszönhető, aki elmondta, a munka során igyekezett a középkori hangzásvilágot összeegyeztetni azzal a motoros, rokkos világgal, melyet a film során Gyöngyösi János képviselt. Utána járás igazából egy kis hangszerismeret történelmi szempontból ez annyit tett, hogy én megpróbáltam az akkori idők hangzásvilágát, úgymond ezt a középkori akár orgonás hangzást össze találkoztatni ezzel a motoros, rokkos fazonnal, amit így a filmben képviselt Gyöngyösi úr, és ebből próbáltam én azokat a hangulatokat megjeleníteni, amik úgymond megfogalmazottak bennem, vagy amik úgy megérintettek azután, hogy találkoztam a forgatókönyvvel. A Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon, aki kapcsolódás mellett a néző történelmi tudását is gyarapítja. Nem csak az egyház által idealizált szentet ismerhetjük meg, hanem a köréje fonódó, máig élő legendák is megelevenednek a filmben. Szent László Erdély védőszentje. Szent László egy nagy király volt termetre is, de hírére Európa hírű király volt. Úgy, ahogy az elején én bevezettem, nem Arthur királlyal vethető össze, mert Szent László egy valóban létező és pontosan adatolható nagyszerű király volt, amit tulajdonképpen a magyarságtól Nyugat-Európa is irigyelt. Annak, aki lemaradt a G.K. Caféban megszervezett bemutatóról, jó hír, hogy november folyamán a Volt Stúdió mozi nagy termében is levetítik az ismeretterjesztő dokumentumfilmet.